tudjuk, hogy vasárnap este arra áldozták a szabad idejüket, hogy összejöjjünk. Hát körülbelül fel annyian vagyunk majdnem, mint Budapesten, ahol megmozdultak a honfitársaink, mert azt gondoljuk, hogy eljött az ideje annak, hogy valaki kimondja ma Magyarországon, hogy ez így nem mehet tovább. Lassan egy esztendeje úgy élünk, ahogy soha korábban. Talán a világháborúk idején éltek át olyat, amit nekünk most Magyarországon és szerte a világon sokaknak át kell élniük. Kijárási tilalom, bezárások és teljes létbizonytalanság. Hónapok óta, most már lassan egy esztendeje így élünk. És eddig én azt gondolom, hogy mi magyarok rendkívül türelmesek voltunk, mert első a szolidaritás, és azt gondoltuk, hogy szolidárisak kell, hogy legyünk egymással, hogy legyőzzük ezt a vírust, hogy megvédjük azokat, akikre veszélyes ez a vírus. De most már a szolidaritásnak van egy legalább ennyire fontos része. Szolidárisnak kell lennünk azokkal a magyar honfitársainkkal szemben is, akik most elveszítik az életüket, de nem közvetlenül azért, mert mondjuk megfertőződnek a koronavírussal, hanem azért, mert az életük munkájával felépített vállalkozásukat, kisvállalkozásukat most veszítik el hónapról hónapra, mert a világon nincs még egy olyan kormány, mint a magyar kormány, amely tulajdonképpen magára hagyta a magyar embereket ezzel a problémával. Láthatjuk, hogy például Lengyelországban hogyan segítik a vendéglátóiparban dolgozókat. Látjuk, hogy Nagy-Britanniában kitesznek, Angliában kitesznek az utcára melegedőket, hogy ott tudjanak működni, ott jöjjenek össze az emberek, például az éttermek vagy a vendéglátóipari egységek előtt. De Magyarországon egyszerűen csak erőnek erejével bezárták ezeket az egységeket, és a magyar kormány bértámogatást ígért, de ahogy halljuk a vendéglátósoktól, ebből még egy fillért sem láttak a legtöbben. De hát nem bértámogatást kell akkor ígérni, amikor nem tudnak működni, vagy nem az önkormányzatokat kell még jobban megsarcolni, és nem az iparüzési adóval kell segíteni azokat a vállalkozásokat, amelyek egyébként sem tudnak működni. Hogyha nem tudnak működni, akkor nem az iparüzési adó meg nem fizetése a segítség, hanem például a bérleti díj elengedése lenne a segítség, hiszen hónapról hónapra megkövetelik, egyébként még az állami szektor is, tehát még az önkormányzatok is megkövetelik a bérleti díjat a vállalkozótól, miközben a vállalkozó nem tud működni. Nem a saját hibája miatt nem tud működni, hanem egyszerűen az állam megtiltja számára a működést. És a szolidaritás az azért is fontos, mert lehet, hogy ma még csak 2-300 ezer magyar honfitársunkat érinti egzisztenciálisan ez a lezárás, de ez olyan, mint egy lavina. Hát, hogyha ez a 300 ezer ember tönkre megy, akkor nyilvánvalóan ők nem fognak tudni majd fogyasztani. De nem csak ők, hanem egyre többen kezdik megérezni a gazdasági következményeit ennek a vírushelyzetnek, amely gazdasági következmény ma már sokkal halálosabb, mint maga a vírus. Nagyon sokan találkoztunk már ezzel a vírussal, átestünk rajta. A múlt héten éppen a 92 éves nagymamám esett át a koronavírus fertőzésen. Egyébként körülbelül 5 nap alatt, tehát gyorsabban, mint én magam. De látom azokat a vállalkozókat, azokat a magyar vállalkozókat, akik nem fognak egy hét alatt, vagy nem fognak egy hónap alatt sem átesni azokon a következményeken, amelyeket az elhibázott kormányzati intézkedések okoznak. Valószínűleg mondjuk a 10 vagy 20 év alatt felépített vállalkozásuk elvesztése után hosszú évekre lesz szükségük arra, vagy ahhoz, hogy újra talpra tudjanak állni. A 92 éves nagymamám gyorsabban talpra állt a vírus után, mint ahogy ezek a vállalkozók talpra tudnak majd állni. Tehát azt követeljük, hogy a magyar kormány most már hatékony intézkedésekkel védje meg a magyarokat, a magyar vállalkozásokat, alkalmazottakat, dolgozókat. A bértámogatásnak nem az kellett volna, hogy a fő célja legyen, hogy lehetőség szerint ezt se kelljen kifizetni, hanem azért kellett volna bértámogatás, hogy például a Nyugat-Európában dolgozó sok tízezer magyar honfitársunk esetleg hazatérhessen éppen a vírus helyzet az ottani lezárások miatt. Ehelyett
a magyar kormány, ami még a brit kormány, vagy éppen a lengyel kormánnyal szemben nem védi meg a magyar vállalkozásokat, vagy például a vendéglátósokat, most azt írja el, hogy még azok a magyarok, akik eddig itt dolgoztak a vendéglátásban, vagy akár a turizmusban, most ők is el fognak majd menni Ausztriába, ahol eddig is a legtöbb pincér már magyar volt. Most még a maradék magyar vendéglátósokat is elűzzük Ausztriába, vagy máshova, más nyugat-európai országokba. Katasztrofálisak ezek az intézkedések, és kifejezetten ijesztő, hogy a kormány a 200 ezer magyar honfitársunk elégedetlenségére, polgári engedetlenség megemlítésére most úgy reagált, hogy szigorította a büntetéseket, és még jobban fenyegeti a magyar vállalkozókat, a magyar dolgozókat. A Mi Hazánk mozgalom egyetlen lezárás ellenes pártként azt mondja, hogy miután elkezdődtek az oltások, bár azt is látjuk, hogy Szerbiában sokkal hatékonyabban működik az oltás, mint Magyarországon vagy az Európai Unió államaiban, ami ismét messze menő következtetések levonásához vezethet, de azt gondoljuk, hogy itt az ideje a lazításnak, itt az ideje annak, hogy észszerű módon kezdjék feloldani a korlátozásokat. Nyilvánvalóan nem azt akarjuk, hogy azonnal álljon vissza minden úgy, mint ahogy eredetileg ezelőtt a nagyon furcsa vírus előtt volt, de azt viszont igenis követeljük, hogy fokozatosan, de kezdjék el feloldani ezeket a korlátozásokat, és ne terrorizálja a kormány a magyar vállalkozókat, a magyar dolgozókat. Azt is kérjük, és azt is követeljük, hogy hatékony segítséget adjon a kormány a magyar vállalkozásoknak, kiemelten a vendéglátásban, kiemelten a turizmusban dolgozók számára, de minden szektort, hangsúlyozom, minden szektort előbb-utóbb érinteni fog ez a katasztrófa, mert ahogy csökken a fogyasztás, végül a gazdaság valamennyi ágazata meg fogja érezni azt a rendkívül sok káros intézkedést, vagy elmaradt intézkedést, ami eddig történt. Sajnos azt kell mondanom, hogyha a következő hetek, következő hónapok folyamán a magyar kormány nem teszi meg ezeket a segítő intézkedéseket, mint például a bérleti díj elengedését, mint például a kieső jövedelmek pótlását, akkor számítani kell arra, hogy polgári engedetlenség, tüntetések, demonstrációk fognak kibontakozni Magyarországon, és ha kell, akkor ennek az élére is hajlandóak vagyunk állni, mert a szolidaritásnak most már ez a része kell, hogy következzen, és azt is látjuk, hogy a magyar kormány egyelőre megpróbálja megfélemlíteni a magyarokat, ezért nagyon sokan visszaléptek a holnapi tüntetésektől is, mi viszont nem félünk, nekünk ebben már komoly gyakorlatunk van, tehát a Mi Hazánk mozgalom készen áll arra, hogyha kell, akkor vezessük ezeket a demonstrációkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.